A Péter Lánc főszakasz második videóját fogod megtekinteni. Hát jó napot kívánok, sziasztok! Most egy hanyas fogunk felújítani. Hát ez 290-es. Van baj egy külsőleg, kukkom szét van törve. Épp a bogó hiányzik, nyugodtan meg van húzva. Hát a szétkapjuk is akkor a kompresszió. Kérdő munkára. Hát csak úgy viccből nézzük egyet. Szerintem semmi nincs benne, nem is mérünk. Aztán megszabadítom a kupakokat, és akkor az összes csavart egyszerre kész. Lényegében amit látsz csavarokat, azt mindent ki lehet belőle tekerni. Berántót 4 darab fogja. Nem egy tiszta sármániás úrra az eljön, az biztos. Ha. Jó könnyű a kamera. Tudjuk azt is, vagy most esetleg külön van szerelés. Érdemes először kipattintani a gázrudat, kapcsolót kivenni, és ezután a karburátor kéne helyén. Különben érdekes egy képen, most nem láttok engem, de a felnézete ide rá. Akkor mutatok valami. Ott egy UVO L6-os. Na nekem is pont az jutott eszembe. 11 bar kompresszió. 8-51. Tehát már a gépről is mondhatnánk valamit. Hát a fő hibája az szokott lenni, hogy egy az, hogy a műanyag ház hikotyogósodik, ott a négy tőcsavar, ahol fogja a blokkot. És akkor itt a kuprunk belér a házba. Kipufogó felfogatások szoktak letörölezni. A tőcsavar. Tőcsavar megy ki, a nagy tőcsavar, igen. Még ezt szokták úgy megtépni. A blokkfélben megy bele. A másik a műanyagban. A másik a műanyagban, de ezt szokta kitörni általában érdekes módon. Széttöri még a házat is, a műanyagot is néha. De amúgy csomó hív, mert könnyű. Még aránylag erős. 4,1 lóerő körül van. Ugye a 310-es az egy kicsit erősebb, 390-es az 4,6, igazából ezeknél ugyanaz a főtengely, csak a duattyú átmérőben van különbség. Ez 46 mm-es. Karburátor megadtuk, a légszűrőnél volt két lapos fejű csavar, utána volt ez a két kicsike. Igazából itt a benzin csak hátulról megy meg ilyesmi, úgyhogy csak le kell húzni, és akkor nem fogja semmi. Tehát mondjuk fogja, mert a benzin csak nem marad benne. De hátulról megy, tehát ha rakjuk össze, majd ezt ide be kell nyomni. Hát meg itt a helye, az meg a vákumcső. Ez pedig szívó torok, hát ugye van benne gyűrű, ezt mindig vissza kell rakni, hogy ne szívódjon össze a gumi, ezt kitámasza. Ez egy levegőztető. És kellett porolni, ez csak hogyha fogy a benzin, akkor itt kapja a levegő utánpótlás a tank. És akkor én megyek tovább. Ezt jó lenne itt megszabadítani a felső hőtparttól. Tervleg elég könnyen szét szokott jönni, de ennek az is. Kipufogó ezt a részt szokta szétégetni, hogyha le van lazulva. Ez is már meg van kaphatva egy kicsit. Meg van pirítva. Féket nem akarom levenni, ha nem muszáj. Lejönne. Mind a belső cseszettet ki.
Vigyázzuk, hogy ne szúrjátok ki. Igazából egy kicsit oldalra megjön a középen, és akkor ő be is csúszik a helyére. Aztán ki kéne így jönni. Kicsit erőfeszítés, de már ki is jön. Most jött egy telefon, most egy szünetet tartunk, és sziasztok. Na, kamerafényt is állítottunk, lehet, hogy jobb lesz. Az is lehet, hogy rossz. Még a drótokat kell nézni. Itt elvileg az, itt egy dugó. Vagy a drótot egyesével, de egyszerűbb a dugót kinyomni. Ott a vákum, vagy ezt az oszlogót is. Van rajta egy gyűrű. Ezt vissza lehet pattintani. És lejön ez a kis légterelő burkolat. Ha eszedből itt valamit, én mondjuk, hogy mit mutassak meg rajta. Nem tudom, mivel menni itt. Most a henger lesz a tuti. Ezt a fekete ízét nem mutatom. Ez is a téli, nyári valami. Így is jól megvan. Igazából ennyire felesleges meghúzni egy gyertyát, de valaki így szokta. Na szóval itt ezt lehet ebből kimozdítani. És átfordítani a másik irányba. A gyertya muki. És akkor ide kell áttenni. Hát így a téli üzemmód, kis meglevegőt kap a karburátor, így meg nyáron. Érdemes, mert télen könnyebb beindítani a fűrészt, meg jobban is jár. Ha nem is beindítani, de mikor meleg a blokk, akkor jobb neki. Észreveszi. Na itt mi van, mi van? Nem engedjön. Semmi. Na szóval most így állunk. Ott egy újtás, a lengkeréknek épek a bordái. Ez rendben van. Itt van az olajzócső, ez a tankból megy át ugye pumpához. A pumpa az ott kapja, majd meglátjátok ez a műanyagon keresztül, de még így nem lát mondja. Ott a gépházból áll ki egy csövecske, és elég gyakran az szokott letörni, tehát azt érdemes ellenőrizni, hogy a helyén van. Hát még a kart nem is veszem, de legalább a fedre. Itt, amint látjátok, nincs a hőtengelyen rajta a kuplunk. Lenne itt a drót helyett egy biztosító gyűrű, az most nincs rajta. Ha azt leveszed, akkor alatta a kuplunk van, akkor tovább dobol a betéttel, ami most éppen ott van még alatta. És a kuplungot, ha benne van a madzag a hengerfejbe, amivel megfogod a hőtengelyt, óramutató járásával megegyezőleg kell 19-es kulcsal letekerni. Itt látható az olajpumpa, kettő darab kis csavar fogja le. Ezek gyakran fellazulnak, és emiatt a kuplung el is kaphatja őket, vagy láttam már olyat, hogy leszakadt az egész olajpumpa, és akkor viszi magával a jobb felső sorokban található olajzó csövet is. Ez a gépházból kinyúló kis alkatrész, ezt később fogod látni. Ha ez letörik, akkor a gépház általában menthetetlen, vagy valamit más megoldással kell összehozni az olajpumpát a gépházzal. Leveszem a fékdeklit, elég piszkos. Érdemes kitakarítani fél évente. Kiveszem az olajpumpát. Szokott benne egy olajcsiga is lenni, most ezt nem láttam. Biztos hamarabb kivettem már. Igazából alul fogja a tankból, olajtankból jövő cső, ez egy fekete. Felül pedig ami megy a láncvezető felé. Csavarhúzóval lehet róla tolni. Most jön ez a kötél, tehát a kuplungot is ebbe kellett volna levenni. Jobb egy puhábbal, de már most cseréltük mi is. Ezt úgy tolt be, hogy a kipufogónál egyből ne jön ki a lyukon. Kicsit fel kell állítani a dugót, hogy fent legyen, így a kipufogónak a nyíláshoz elzáródik, és akkor nem jön ki a kötél. És akkor ugye a kuplungot is meg tudod lazítani, a lenkereket is. A lenkereken majd az anyát az csak addig kell letekerni, hogy védje a menetet, tehát nem veszem le róla, hanem rajta marad. És akkor pont az út, ha a főtengelyhez odarakod, akkor kalapolácsolás közben nem sérül meg. Hát ezt most itt mutatom. Hát központosan
Megütöm a főtengelyt és akkor le fog úrani. Melegítés a szélszerű gázégővel. Alumínium megtágul. És akkor a főtengelyről leugrik könnyebben. A műanyagházas nem érdemes agyon melegíteni. Kicsit megtágul, ha megmozdul a tengeréknek az agya. Egy ütés. És akkor még nem jött le. Most most hallmazok. Kicsit élesebb hangja van, amikor elkapja. És akkor még itt ezt kell megnézni. Vannak ezek az alumínium ékesek. Tehát ebben bele van entve, hogy állag az ég. Az, ha ki van törve, akkor cserélni kell a lenkereket. Vagy más megoldáshoz folyamodni, de ezt nem is mondom inkább. Nem gányolunk. Nem buffer a tuning. Tehát lehet helyettesíteni, de nem érdemes már. Gyújtást 2 darab csavar rögzíti. Kiszerelem a gyújtást. Meg a testkábel még. Igen. Közben van a látét rajta is vagyunk. Tervleg itt is van egy csavar. És gyakorlatilag is. Nem semmi. Ez a drót meg tud megy. Pont. Igazából már most így ki van teljesen szedve minden. A csavarok vannak. És azok szoktak kitörni a helyükről. Hát itt a 29-esnek, 39-esnek ez a, ezek a felfogatásai gyakorlatilag törnek, ezt tapasztalom. A 23-asnál is, meg ugye amit éppen reggel raktunk össze, a 21-es. Az is ilyen? Az is. Tehát ez a kocka fejjön. Elég szar, amikor amiatt kell a henger kidobni, vagy hát... Hát igazából, ha felvazul a gépfogó, azt ellenőrizni kell, hogy ne lazuljon fel, mert akkor szokott ilyet csinálni, hogy letörik a fül. Ezt kihúzom. Működik? Ja. Itt vannak alul csavarok. És a vegyük. Hát itt van 4 csavar. Ez a 4. Ez fogja be a blokkot. Ide jönnek, itt vannak a menetek. Ha azt kicsavarom, akkor ki fog jönni az egész a gépházból a blokk. Még annyit szoktam, hogy én meg szoktam fogni itt a satúba ezt a 2 felületet. És akkor elég masszívan áll. A borda nem sérül meg, mert sok. És akkor így masszívan kell kézzel húzkodni itt az asztalon. Érdemes kézzel lazítani, mert ez azért a gép benne az, szokott lenni. Amikor a gép nem bírja az ilyen aksisok, vagy eltörik a feje, meg ilyenek, úgyhogy kézzel lazítom, és akkor már géppel kitekerem. Elég, hogy a többit kibírja hajtani. Ugye szépen kijött az olajcső mellett. Ebben ugyan már nem volt benne, de jobb oldalt a láncolódai deklinél a hátsó tőcsavart, azt ki kell venni, mielőtt a blokkot próbálod kiemelni, mivel a henger alatt lévő fedélben van egy menet, és ez oda csatlakozik bele. Tehát először azt kell kitekerni, és utána a 4 csavar, és ezután a blokk. Na és hogy szedett ki? 2 darab anyát rárakol, lekontrázod, és akkor úgy már ki tudod tekerni. Szétszedem akkor. Benne van a blokk. Nézzük meg, hogy jön ki a henger. Végig is az egész blokk. Ki szokott az ön. Aha. Ki kijön elvileg egybe. Itt az a gépház. Itt kell egy kicsit befordítani. Aha. És ezek szoktak kikogyogósodni. Tehát, hogyha letörik a sarka, vagy ilyen kitörés van, itt van egy
Hát igen, én annyira nem is szokott, de 21-esiknél igen. Tehát ezek a lyukak, meg kell nézni a persejt, hogy lóg-e benne. Tehát mutattam ezt a csövet, belerakott, hogy mennyire fotyog. Egy kicsit fel... Fölkörünk a blokknál, lefújom, hogy lássunk belőle valamit. Hát így már látszik a szimring. Itt ez a tőcsapa szokott kimenni, de ebben van menet, tehát ez szerintem jó. A végéről a blokknak a kettéhúzáshoz már lemaradt. Igazából csak az alsó hengerfedelet megkocintod, és akkor az leválik, elválik a tömítés. Főtengelyt ki lehet húzni dugattyústól. Dugattyút két darab az égergyűr fogja oldalról. Egy következő videónkban majd később ezt fogod még látni. Köszönöm, hogy végignézted velem a videót.